Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Ebben a videóban kétféle fagyit fogunk elkészíteni, az egyik egy pisztáciás, a másik pedig egy karamellás fagylalt lesz. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készülnek ezek az ellenállhatatlan, finom, krémes házi fagylaltok, akkor feltétlenül maradjatok velem. A pisztácia fagylalt elkészítéséhez a következőre lesz szükségünk: 150 g kristálycukor, 4 tojássárgája, 4 deci habtejszín, 2 deci tej, egy kis vanília kivonat. Az ízét pedig a 100%-os pisztácia vaj fogja megadni, ebből 2 evőkanálnyit használtam a fagyihoz, természetesen többet is tehettek bele. A tejszínt a tejjel egy lábasban melegíteni kezdem, ez idő alatt kikeverem a tojássárgáját a kristálycukorral, valamint a vanília kivonattal. Végül a pisztácia pasztát is hozzáadom és csomómentesre keverem. Amikor már kellően forró a teljes tejszínes keverék, egy keveset hozzáöntünk a pisztáciás alaphoz, elkeverjük, majd mehet minden vissza a lábasba, és ezt felforraljuk. A natur pisztácia vajnak nincsen olyan intenzív zöld színe, ezért egy teáskanálnyi matcha teaport adok hozzá, ez egy kicsit az ízét is feldobja, nagyon-nagyon különleges lesz tőle, de természetesen kihagyható. A színét szépen megerősíti, kellemes zöld színe lesz. Ezzel el is készült a főzött pisztácia fagylaltunk alapja, érdemes átszűrni, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Általában 3-4 óra elteltével szoktam a kifagyasztott fagylaltgépbe önteni. Ez egyébként a KitchenAid-nek a fagylaltkészítő adaptere, az előző videóban már bemutattam, hogy hogyan is lehet vele dolgozni. Nagyon megéri egyébként annak, akinek van KitchenAid gépe, mert tényleg pikpak lehet vele nagyon finom krémes fagylaltot készíteni. Amikor már majdnem teljesen késznek ítéltem, még egy kevés durvára vágott pisztáciát is dobtam bele. Az elkészült fagyi nagyon finom, krémes, de még viszonylag lágy, ilyenkor mindenképp egy edénybe kell áthelyezni, és fagyasztóba tenni még egy rövid időre. Nálam még kapott egy kis extra pisztácia pasztát, amit így belesimítottam a fagyiba. Nagyjából 1,5-2 óra elteltével meg is kapta a kellő szilárdságot a fagylalt, most már lehet is tálalni, kehelybe vagy tölcsérbe, ki hogy kéri. Fantasztikusan finom lett ez a főzött pisztáciás fagylalt, nagyon intenzív az íze, és elképesztően krémes. Ha szeretitek a pisztáciát, feltétlenül próbáljátok ki ezt a házi verziót. Most pedig készítsük el a karamellfagyit. Egy nagyobb lábasba tettem 200 g cukrot, ezt fogjuk megolvasztani, emellett szükségünk lesz még 4 tojássárgájára, amihez szintén adtam 50 g cukrot, amivel majd habosra keverjük, ezeken felül pedig 3 deci tejre, 3 deci habtejszínre, egy kis vanília kivonatra, valamint egy csipet sóra is szükségünk lesz. Ha szeretnétek sós karamellás fagylaltot készíteni, akkor egy teáskanálnyi sót adjatok hozzá. A tejet a tejszínnel egy lábasban melegíteni kezdem, ezzel egyidejűleg pedig a cukrot is elkezdem olvasztani. Amikor a cukor teljesen felolvadt és szép sötét borostyán színe lett, adjuk hozzá a felforralt folyadékot. A tojássárgáját az 50 g cukorral, vanília kivonattal, valamint csipet sóval nagyon alaposan keverjük el, majd adjunk hozzá 1-2 merőkanálnyit ebből a karamellás teljes tejszínes keverékből. Alaposan és gyorsan dolgozzuk össze, ezután mehet minden vissza a fazékba, és a jól megszokott módon ezt is felforraljuk. Szűrjük le a karamellás fagylaltunk alapját, hagyjuk teljesen kihűlni. Amikor ez megtörtént, öntsük át az előkészített fagyikészítő adapterbe, majd készítsünk belőle egy jó kis krémes fagylaltot. Előzetesen én készítettem egy nagyon finom sűrű karamellszószt, ezzel fogom egy kicsit feldobni. Útközben jutott eszembe, hogy lehetne az egésznek egy ilyen tofifis beütése, úgyhogy egy kis tejcsokoládékánás is került bele a végén. Az elkészült karamellfagyit most egy ilyen kisebb kenyérformába helyeztem át, jött is rá jó bőségesen a karamellszósz, egy kis tejcsokoládé, valamint durvára vágott török mogyoró. Ezt egy kanál segítségével egy kicsit így belemostam a fagylaltba, és most mehet a fagyasztóba, hogy megkapja azt az állagot, ami ideális a tálaláshoz. És ezzel el is készült a finom karamellfagyi, ami lehet egy sós karamellfagyi, vagy tofifi fagyi, kinek mi a szimpatikusabb, annyi biztos, hogy karamell rajongóknak kötelező. Nálunk mindkét fagyi hatalmas sikert aratott,
Remélem, hogy nektek is elnyeri majd a tetszéseteket. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!